Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. 400 fotó segítségével járták körbe a természetet Dombóváron. Tetőfelújítás Kurdon. Bölcsödét és utat építenek Attalán. 56 arany minősítést osztottak ki és jubileumot ünnepelt a Kertbarát Egyesület. Van egy nap, amely arra hivatott, hogy felhívja a figyelmünket, hogy környezetünket óvni kell. Ez a Föld napja. Mikor a természetben járunk, az mindenkit magával ragad, de ahhoz, hogy minden apró részletet lássunk, sok időt kell kint tölteni, és sokszor zajtalanul. Erre most nem volt szüksége a dombóvári diákoknak, akik természetfotókon keresztül ismerhették meg a mezőt és az erdőt. Megismeritek, ő a Gyurgy alak. Legszívesebb, már trópusi madarunk. A Föld napja alkalmából a Dombóvári Földi István könyvtár egy előadással készült az iskoláskorú gyerekeknek. A délelőtt folyamán Müller Nándor természetfotós tartott élménybeszámolót az elmúlt 11 néhány évben átélt legizgalmasabb és legviccesebb kalandjairól, Vidám Történetek Erdőn Mezőn címmel. A diákok érdeklődve követték a bakancsos turista történeteit, aki egy jó tanáccsal is szolgált a számukra. Az elmúlt 11 néhány évben több százezer felvételt készítettem, és hát mindegyik tájegységről, ami eddig megjelent, készült ilyen előadás. Ez pedig speciálisan a gyerekeknek arra, hogy megismerjék egy kicsit a növényvilágot, az állatvilágot, a védett növényeket, természeti értékeket, és kapjanak egy kis vidám sztorit erről az egész történetről, hiszen elmeséltem nekik a néhány kalandomot az erdőn. Rengeteg nagyon jó pofa, meg okos kérdést tettek föl. Ki kell menni az erdőre, és ott fogunk nagyobb ismeretségbe kerülni a természettel, akkor fogjuk megismerni a tavaszi virágokat, a nyári virágokat, a természet csendjét, az állatokat. Ugye mindig kérdezik, hogy milyen állat van az erdőben, hát csendesen kell menni, és hogyha csendesek vagyunk, odafigyelünk, akkor megpillanthatunk egy-egy őzet, szarvast, rókát. A növényfotózás egy egyszerű történet. A képekből talán látható volt, hogy ez nagyon szeretek makrofotókat készíteni. És ugye itt volt egy történet a medvefül kankalinról, hogy hát azt tudni, hogy mikor nyílik és hol. Ez egy olyan fokozottan védett növényünk, ami hazánknak csak egy-egy részén nyílik. Hát az oda bizony föl kell mászni, az egy életveszélyes történet, mire az ember megtalálja. De az sem mindegy, hogy egy növényre mondjuk kimegyünk, tudjuk, hogy április 10-én nyílik, a plusz-minusz egy-két hét, de hogyha olyan idő van, mint idén, hogy hidegebb van, vagy éppen melegebb van, akkor mire odaérünk, vagy levirágzik, vagy még ki se nyílt. Tehát ez egy olyan játék, hogy többször ki kell menni egy-egy növényhez. Hát az állatfotózás az pedig egy külön sportág. Én nem nagyon szeretek fölülni magas lesre, általában is cserkelem a vadat. Tehát megyek utánok, és akkor nagy objektíven beszaladgálok mindenfele, meg egy hatalmas szerencse is kell hozzá, hogy szembe kerüljek egy ilyen állattal, vagy megmutassa nekem magát. Azért mindig egy nagy élmény egy természetfotósnak. Az előadás pedig a gyerekek számára volt nagy élmény, akik különösen örültek a vidra, róka, süni, nyuszi, vagy éppen vadmalacot ábrázoló fotóknak. Közel 400 kép mesélt a jelenlévőknek erdőről, mezőről, állatokról, növényekről, barlangok mélyéről, ahogy azt a természetfotós látta, a diákok pedig érdeklődve hallgatták és szemlélték az előadást. Én a legjobban az őzet szeretem, a növények közt meg szerintem. Hát nekem mindegyik tetszik, meg állatok közt is nagyon szeretem mindet, de legjobban az őzek és a pillangók tetszettek. Na, a vidra, meg az orchidea. Én is vidrának tekintem magam, mert én is szeretek úszni, és a halat is szeretem nagyon. A diákok persze nem csak a természetben találkoznak az állatokkal, Benedek például négylábú kedvencéről mesélt csillogó szemekkel. Egy barna kutyánk van, ami azt szeretem benne, hogy itt a mellkasán van egy fehér csík. Egy nap a holnapért, a klímáért, így összegezhető a Föld napja, amely napon előadások sora hívja fel a figyelmet környezetünk megóvására. Ez a nap már a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulássá vált hazánkban. A Dombóvári Belvárosi Általános Iskola diákjai pontosan tudták, mire hivatott ez a nap, és az év számos napján gyakorta kilátogatnak családjukkal a természetbe, mint ahogy mesélték ezt. Hát megyünk, akkor megyünk a turista úton, és körülnézünk, hogy mi van körülöttünk,
Esetleg néha letérünk az útról, mert ott van valami növénybogár, valami, ami kiszúrja a szemem. Az előadás rávilágított, hogy mennyi értéket rejt környezetünk, amelyet mindenképpen meg kell óvnunk. 1.300.000 forint értékben kapott tetőcserepet a Kurdi Általános Iskola egy megpályázott akció keretében. A településre így nem rót anyagi terhet az intézmény tetőcseréje, hiszen a munkálatokat végző szakemberek sem kértek anyagi juttatást az elvégzett feladatért. A kurdon élő diákoknak már hosszú évtizedek óta van lehetősége a településen elvégezni általános iskolai tanulmányaikat. Azért, hogy ez így maradjon, sokat tesz a település önkormányzata, hangsúlyozta Müller János polgármester. Az iskola múltja egészen valamikor még a katolikus iskolára vezethető vissza, amit nyilván akkor a katolikus egyház tartott fenn, és egyébként pont a hátam mögött levő épület helyén állt a régi iskola, ahol sokszor csodálkozom rajta, hogy a száznál több gyerek hogyan fért el a néhány osztályban, de nyilván akkor még az osztályokra vonatkozó létszámkeretek más korlátokat állítottak. 15 évvel ezelőtt veszélybe került az iskolánk, és igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy megmaradjon. Jelenleg is megvan a 8 osztály. Itt ebben a felújított vagy felújítandó épületben az 1-3 osztály van, az iskola többi része a negyedikesek, és a 8. osztályig a település központjában levő nagyiskolában vannak. Miután ezek az épületek több évtizede állnak a településen, egyértelmű, hogy a felújítás rájuk fér, ehhez pedig az önkormányzat megragad minden pályázati lehetőséget. Nyilván egy kicsit furcsa, hogy a tetőfedés később történik, mint a topos pályázat, ahol egy 3 évvel ezelőtt egy energetikai korszerűsítésben szintén a Tolnatáj TV hírt adott róla. Nem csak ez az épület, hanem az óvodánk és a nagyiskola is megújult. 15 cm szigetelést kapott, kívül-belül nyilázárókat cseréltünk, a nagyiskolára napelemet tudtunk feltenni. Ezen az épületen is van egyébként 10 kW-nyi, hiszen itt van a konyhánk is. Furcsa egy kicsit, hogy a tetőt hagytuk utoljára, de hát az önkormányzatok arra pályáznak, amire tudnak. Ez a pályázat a Várépítő nevű pályázaton nyert, ahol egyébként az óvodánk tetejét is nyertük néhány évvel ezelőtt, aki felajánlotta a cserepet. Ez egy betoncserépgyártó, annyit el lehet árulni, és a tetőfedésnek, az alapcserepének szinte teljes részét 1.300.000 forint értékben ajánlották fel. A másik nagyon nagy dolog, hogy a mögöttünk dolgozó emberek az ország minden pontjáról, Békés Csabától Nyíregyházáig, vagy Győrig bezárólag jöttek ide, és önként egy országos tetőfedő hálózat önkéntes brigádjaiként, tehát ők is vállalták, hogy ingyen felteszik a cserepet, ami egy nagyon nagy dolog, és nem lehetünk nekik elég hálásak, ugyanígy a cserépgyártónak. És valóban, a hálával, a kedves szavakkal be is érték azok a tetőfedők, akik az épület szigetelők, tetőfedők, bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetségének szakembereiként érkeztek, hogy önkéntes alapon végezzék el az általános iskola tetőcseréjét, tudtuk meg a szervezet ügyvezetőjétől. Most már 10 éves tradíciója van, hogy a szövetségünk, az EMSZ, aki ácsokat, tetőfedőket, bádogosokat és szigetelőket fog össze országosan, szerepet vállal a Várépítő pályázat keretében, és társadalmi munkával fedi be iskolák, óvodák, rászoruló intézmények tetőjét. Évente több ilyen projektet is vállalunk. Ennek a rendszere úgy épül fel, hogy a Magyarországon tevékenykedő építőanyaggyártók, mint ebben az esetben most egy pécsi illetőségű magyar betoncserépgyártó cég felajánlják az anyagot, és mi ezt az építőanyagot, általában cserepet, fémlemezt, ereszcsatornát felhelyezzük a tetőre. Az elmúlt 5 évet tekintve egyre inkább összekovácsolódik ez a csapat. Tehát Nyíregyházától Pécsig mindenhonnan érkeznek emberek, akár a Dunakanyarban, akár ugye most éppen Kurdon van a projekt, tehát mindenki a Szélrózsa 4 irányából érkezik, szeretnek így együtt társadalmi munkában dolgozni, és ez csapatépítése is nagyon jó. Tehát, hogy az ástetőfedő, bádogos szakemberek egy kicsit
kicsit találkozzanak és beszélgessenek, mert általában társadalmi munka végén van egy közös vacsora, kis csapatépítő tréning is. A várépítő pályázat keretében országszerte legalább 20 intézmény újulhat meg évente, köztük most a kurdi általános iskola tetőszerkezete. Két nagy beruházás is elindul idén Attalában. A települést 186 millió forint pályázati támogatást nyert bölcsöde építésre, és további 257 millió forintot a Szent Iván Gölle közötti út Attala tulajdonában lévő szakaszának aszfaltozására. Mindkét fejlesztés egy régóta dédelgetett álma volt a kistelepülés önkormányzatának. Évek óta tervezik egy bölcsöde létrehozását Attalában. Az álom most valóra válhat, a kistelepülés ugyanis 186 millió forint pályázati támogatást nyert az intézmény felépítésére. A tavalyi év folyamán úgy döntött a képviselőtestület, hogy egy nagyon nagy álmunkat megpróbáljuk valóra váltani, ez pedig az, hogy Attalában bölcsöde épüljön. Tavaly év folyamán be is adtuk a pályázatot tervezéssel és minden egyéb dokumentációval együtt, és idén március végén kaptuk róla a hírt, hogy megnyertük ezt a pályázatot. 186 millió 200 ezer forintot kaptunk erre a pályázatra. Ez a pénzügyminisztérium által kiírt pályázat volt. Borzasztóan örültünk neki, egy 14 férőhelyes bölcsödét szeretnénk majd kialakítani, ezzel is segíteni szeretnénk az itteni fiatalokat, az itteni családokat. A bölcsödét az óvoda szomszédságában szeretnék felépíteni, az önkormányzat tulajdonában álló telken. A 186 millió forintos pályázati támogatás a beruházás 95%-ára elég, a maradék forrást az önkormányzat fogja biztosítani. A kivitelezési munkák nagy reményeink szerint talán még ebben az évben el fognak indulni. Ugye egy közbeszerzési eljárást kell előtte lefolytatnunk, és aztán utána indulhat az építkezés, amit már nagyon-nagyon várunk. Két kisgyermekgondozó kellene, és ugye egy bölcsödei dajka. Hát az a helyzet, hogy most már vannak jelentkezők, és bőszen szólnak arról, hogy bizony ők, ha kell, akkor elvégeznek akár tanfolyamot, akár iskolát, és nagyon szívesen jönnének ide dolgozni. Pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nagyon sok olyan szülő volt, nagyon sok olyan család volt, akinek valóban nagy segítség lenne az, hogy ez az épület megépüljön, és hát nagyon bízunk benne, hogy majd tényleg egy korszerű és modern épületet adhatunk át a piciknek. Nem a bölcsöde építés lesz az egyetlen nagy beruházás Attalában. Az önkormányzat sikeresen pályázott a Szent Iván és Gölle közötti földesút azon szakaszának aszfaltozására, amely az attalai önkormányzat tulajdonában van. Erre a fejlesztésre 257 millió forintot nyertek. Földútról beszélünk, ami jelenleg földút. Ezt szeretnénk aszfalttal majd borítani, tehát egy aszfaltos utat szeretnénk. Ugye itt két önkormányzat adott be pályázatot, Gölle is és Attala is, hiszen mind a ketten tulajdonosok vagyunk ebben az útban, és erről is megkaptuk a támogatói okiratot, úgyhogy megnyertük a pályázatot. Itt 257 millió forint az, ami az attalai önkormányzat részére bocsátásra kerül, tehát ez az attalai résznek a költségvetése. 5,5 méter szélességben épülne meg az aszfaltos út, gyakorlatilag mindkét oldalán másfél-másfél méteres patkaszélességgel, és azt gondolom egyébként, hogy akik biciklizni, kirándulni vágynak, sportolni vágynak, nekik is egy nagyon-nagyon kellemes és nagyon jól használható utat tudunk biztosítani. És hát a másik fő szempont az volt még Gölle részéről, hogy a katasztrófavédelem, illetve a mentők egységei eddig NAK felé közelítették meg a települést. Most pedig valószínű, hogy ez az időtartam, amíg kiérnének, a felére fog csökkenni, illetve sokkal jobb minőségi úton fogják tudni megközelíteni Göllét. Az önkormányzat most a közbeszerzési eljárásokat fogja elindítani. A kivitelezői szerződések megkötése után a tervek szerint még idén elkezdődhetnek az építési munkálatok mindkét beruházás esetében. Összesen 59 minta érkezett az idei borversenyre Dombóváron. A tavalyi év csapadék mennyisége nem kedvezett a szőlőtermesztésnek, az aszályos időjárás mind a mennyiséget, mind pedig a minőséget egyaránt befolyásolta. Ennek ellenére a rutinos bortermelőknek sikerült minőségű nedűt előállítaniuk. A vörösborokat a zsűri 24 arany minősítéssel jutalmazta, fehérbor kategóriában 23, a rozéboroknál pedig 9 arany minősítést adtak át.
Ünnepélyes keretek között díjazták idén a minőségi borokat a Dombovári Kertbarát Egyesület borbírái. A már hagyománnyá vált borverseny eredményhirdetése után a civil szervezet fennállásának 50 éves évfordulóját is megünnepelték. Örömteli ez a mai nap, hiszen 50 éves születésnapját ünnepli a Dombovári Kertbarát Egyesület. 72 óta azt gondolom, hogy nagyon sok időt telt el, és az 50 évnél sokkal többet tettek ők Dombovárért és önmagukért, hiszen egy civil szervezet akkor működik jó, ahogy a tagok megtalálják az örömöket, és mi úgy tudnak együtt fáradozni és együtt szórakozni, hogy annak azért mindig jó emlékkel térnek vissza ugyanarra erre. Ezek közül kimagaslik Dombováron a Kertbarát Egyesület, és azt gondolom, hogy érdemes megemlítenem, hiszen nagyon büszke vagyok rá, hogy Dombováron két 50 éves egyesület. Hiszen a Kapus Kórus is 50 éves, de őket még másképp fogjuk ünnepelni. Az elmúlt évtizedben vettem fel velük én a kapcsolatot, azt gondolom konkrétan, hiszen több kistérségi borversenyre meghívtam őket, és a szervezésben ők aktívan közreműködtek. Nagyon sokat volt szerencsém tanulni tőlük, és így jutottam egészen odáig, hogy ma már csak kiváló borokat iszok, hiszen csiszolták az ízlésemet. Sajnos a kedvem még a szőlőtermesztéshez nem jött meg, és már úgy érzem, hogy nem is fog megjönni, de minden évben örömmel megyek azokra a rendezvényekről, ők a főszervezők. Úgyhogy én nem tudok más mondani, Isten éltesse őket. A 2021-es év csapadékszegény időjárása nem kedvezett a bortermelőknek. Az idei versenyre a gazdák összesen 59 mintával neveztek be. A szőlőtermelést a pandémia is nagyon alaposan befolyásolta, tehát voltak, akik idősebb korosztályhoz tartoznak, és a pandémia miatt nem tudtak kimenni, nem tudtak időbe a szőlőbe mindenféle munkaműveletet elvégezni, viszont az időjárás sem kedvezett a 2021 évi bortermelésnek, illetve szőlőtermesztésnek. Nagyon kevés volt az éves csapadék, és az éves csapadék mennyisége a szőlő tápanyag forgalmára is jelentős hatással van, mivel a csapadékból kevés volt, ezért egy kicsit ez a minőséget hátrányosan befolyásolta, de nem csak a minőséget, hanem a mennyiséget is. A rutinos borászoknak azonban is sikerült minőségi nedőket előállítaniuk. A zsűri összesen 56 aranyminősítést osztott ki, vörös, fehér és rozébor kategóriában. Vörös borból 24 arany, fehér borból 23 arany, és rozéborból 9 arany, és 2 oklevél született. Minden évben megválasztja a csúcs zsűri az év borászát és az ő fehérbor, rozébor, illetve vörösbornak a tulajdonosát. Ez úgy történik, hogy a legmagasabb pontszámot a bírálat során a legmagasabb pontszámot elért borokból anonim formába töltenek poharakba bort. És a zsűri elnökök szoktak lenni a csúcsbírák, megkóstolják és megmondja, hogy nekem az egyes, nekem a hármas, nekem a kettes tetszett, és amelyik több szavazatot kap anonim módon, az lesz az év vörös, fehér, illetve rozébor. Az év fehér bora és az év borásza elismerést idén a Buda családi pincészet érdemelte ki. 57 óta foglalkozom szőlővát, ugye 7. diákként a nagyapáim vontak be szőlőművelésbe. Én 65-től vagyok a Dombováron, akkor kerültem a Dombovári gimnáziumba, és innét műveljük azt a borjádi szőlőt, ottani testvéreimmel, családdal együtt egy ilyen közös családi borászat volt. Első borversenyen is itt voltunk már 84-ben, azóta mind a 37 borversenyen részt vettünk. Szőlőszerető bortermelő családba nősültem be. Attól függetlenül édesapám még itt a Dombovári Szőlőhegyen műveltek szőlőt, és megörököltem tőlük 33 évvel ezelőtt ezt a területet. Műszaki végzettség révén nem tudtam, mit kell kezdeni egy szőlővel. Apósan világosított fel, hogy mit és hogyan. Rá 2 évre már neveztünk a Dombovári borversenyre, még szolid eredményekkel, és onnantól kezdve szép lassan sikerült eljutni. Ez most a 3. évborásza cím, amit sikerült elhódítanunk. A szőlőtermesztés népszerűségét bizonyítja, hogy a fiatalabb korosztály tagjai is igyekeznek megtanulni szüleiktől, nagyszüleiktől a borkészítés csínyát, bínyát. A szürettől kezdve a meccésig, a szüretig, a borfejtésekig, a mindenig. Már kiskorom volt, a járok borversenyre is,
elkísértem a nagybátyámat. Elég meglepődtem, hogy jó eredmények születtek. Rozé Kékfrankos Rozénk lett az évbora. Hát igazából attól tartom különlegesnek, hogy sokat is foglalkoztunk vele, és hát ugye egyre fejlettebb a technika nekünk is, és tudunk már olyanokat csinálni, amit még ezelőtt nem tud a koraci hordokba tároljuk, nem fahordóba, és ez jobb lesz tőle a bor, sokkal jobban eláll, és megpróbáljuk minőségibe elkészíteni. A tavaszi metszési munkálatokat már mindenki elvégezte. A gazdák bizakodva várják az idei évjárat alakulását. Az idei évben a metszés alapján látható, hogy a szőlő áttelel, tehát nem volt nagy fagyveszély, nagy kár. A rügyek szépen fakadnak már, lehet látni, tehát idáig azt látszik, hogy jó termésig érkezik. De hogy milyen lesz, ezt majd a későbbi időjárás befolyásolja. Az elismerések átadása után vacsorával és borkóstolóval ünnepelték meg a kertbarátok az Egyesület fennállásának fél évszázadát. A Dombóvár község elnyerte a városi címet, és megkezdődött a városias lakások építése. Az embereknek egyre nagyobb igények volt arra, hogy kiszabaduljanak a természetbe, és így mezőgazdasági, kertészeti munkát végezzenek. Ez viszont együtt járt azzal, hogy kellettek a korszerű ismeretek, és ehhez megalakították a Dombóvári Kertbarát kört. Ez volt 1972. januárjában. Minden hónapban tartunk taggyűléseket, ezeknek a legfőbb célja a találkozáson felül a legkorszerűbb ismereteknek a terjesztése. Erre sokszor tudunk felkérni jelentős tudással rendelkező előadókat. Ezen kívül elég gyakran eljárunk különböző kertészetekbe, gyümölcsösökbe, szőlészetekbe. Ennek a kellemes részét is szoktuk csinálni, mert ott ahol szőlő van, ott pince is van, ahol pince van, ott bor is van, akkor azt is megkóstoljuk. Jelentős rendezvényeket szervezünk itt Dombóváron is magunknak. Vince nap, Márton nap, János nap, lecsófőzés. Tehát mind igyekszünk megkeresni azokat a lehetőségeket, hogy együtt tudjunk lenni. A szakmai ismeretek mellett rengeteg emlék, élmény, nevetés is része annak a fél évszázadnak, amellyel a Dombóvári Kertbarát Egyesület büszkélkedhet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!